Súlyzók, kondigépek használat előtt, aztán már használat közben. Az elmúlt év végén készült el, kedden pedig hivatalosan is átadták az Egyetem D épületében azt a konditermet, amelynek nettó 50 milliós költségét a szaktárca biztosította. Mint az általános rektor helyettes elmondta, másfél évvel ezelőtt döntöttek úgy, hogy egy a kor elvárásainak megfelelő gépparkkal bővítik az intézmény szolgáltatásainak körét. A Nyíregyháza Egyeteme a sportképzés egy régi hagyományra tekint vissza, és a sportlétesítményeink ennek megfelelően rendelkezésre álltak. Öröm számunkra, hogy ezeket fel tudtuk újítani, újakat is tudtunk telepíteni, és ez a legújabb, ahol most is vagyunk, ez egy kondi terem, amelynek az ötlete még 2021-re nyúlik vissza. A modellváltással kezdődött tulajdonképpen a tervezés. A fenntartó, az alapítvány kuratóriuma javaslatára döntöttünk amellett, hogy egy ilyen beruházás belevágunk, és azon segítségükkel és a minisztérium támogatásával sikerült ezt a mai napra megvalósítanunk. A Nyíregyházi Egyetem hallgatóinak egy ötöde, közel 500 diák kötődik a Testnevelési és Sporttudományi Intézethez. Az ő képzésüket is segíti az új konditerem. Minden sportlétesítményünk fejlesztés egy nagy előrelépés, hiszen hirdetjük, hogy egészségfejlesztő egyetem vagyunk, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy minél szélesebb körül, minél gazdagabb kínálatot tudjunk adni az egyetemi polgároknak, mind a hallgatóknak, mind pedig az oktatóknak. Természetesen a képzéseinkben is szeretnénk ezt a termet használni. Korábban is volt már az intézetben edzőtermünk, viszont kinőttük ezt az edzőtermet. Ott a gépek egy kicsit már elavultak, ezek a gépek valóban minden igényt kielégítenek, a 21. századnak megfelelő professzionális gépekről van szó, és vannak olyan tantárgyaink, amelyeknek a keretében a gyakorlati órák itt kerülnek majd megvalósításra. Kutatás tekintetében is szeretnénk majd használni a motorikus képességek fejlesztése tekintetében is, és az egyetemi hallgatóságnak, az általános testnevelés óráinak egy részét is szeretnénk itt majd megtartani. A konditerem gépparkjának összeállításakor figyeltek arra, hogy a kezdők, a haladók és a profik is tudjanak edzeni, és minden korosztály megtalálja számára legmegfelelőbb mozgásformát. A sportolóknak, a sportimádóknak, a sportot szeretőknek szerettünk volna olyan gépeket adni, amely minden izomcsoportot meg tud mozgatni. Tehát ez a legfőbb cél egy konditerem összeállításában, vagy szempont. És hát igyekeztünk tényleg tornyokat beletenni, láptolókat, fekvenyomópadokat, és más olyan berendezéseket, amelyekkel valóban, de ahogy említettem, minden izomcsoportot meg tudunk mozgatni. Egyelőre csak az egyetem hallgatói és dolgozói használhatják a konditermet, de a tervek szerint a nyíregyházi városlakók előtt is megnyitják majd az új létesítményt.